Hosszú idő után ismét megtelt élettel a Vitkovics Alkotóház épülete, ugyanis csütörtök délután megnyitotta kapuit a Keresztutak elnevezésű tárlat. Az EGRI Kulturális és Művészeti Központ által szervezett kiállítás 14 EGRI kötődésű művész alkotásait mutatja be. Egy osztálykiránduláson beleszerettem a városba, úgyhogy következő évben már ide költöztem. Hát a mondanom se kell, hogy festőművész volt az osztályfőnököm, és ő tudta, hogy hova kell hozni a fiatalokat. És egy csomó olyan emberrel találkoztam az utóbbi 54 évben, akik vagy egriek, vagy ide jöttek valamilyen ok miatt, tehát akár a főiskola, mint intézmény bevonzotta őket, akár mások miatt. Tehát én remélem, hogy lesz folytatása ennek. A tárlaton különböző témában és technikával készült munkákat állítottak ki. Az érdeklődő közönség többek között festő, szobrász és grafikus művészek alkotásait tekintheti meg. Ebben a kiállításban az a nagyon jó, hogy abszolút színes, tehát mindenféle technika és irányzat felvonul, és ez mindig nagyon-nagyon jó egy kiállítás esetében, hogyha nem egysíkú. Az alkotók közül voltak, akiket a karantén időszak inspirált. Mivel mostanában eléggé be voltunk szorulva ugye a karanténban a négy fal közé, ezért olajfestményekkel próbálkoztam, de csupa karanténos témát. Nekünk, hát mi próbálunk mindent jókedvűen átvészelni, ezért hoztam egy pár ilyen karanténsztár. A férjem nagyon szeret énekelni, úgyhogy róla készült képeimet, illetve van egy festményem, amin az én köztéri munkáim vannak feltüntetve, illetve két köztéri szobromnak a makettjét. Kis Renáta az EGRI Kulturális és Művészeti Központ igazgatója úgy fogalmazott, 2020 márciusában karanténba került a kultúra, bár ez idő alatt online programokat szerveztek, most nagy öröm számukra a kiállítás megnyitása. Az összetartozás a fő üzenete, és eger, mint kapcsolódási pont. Ugye ez most a pandémiás időszak alatt ez az összetartozás, az összefogás, az felértékelődött, hiszen kis mikroközösségekben éltünk, de szerencsére most már teljes valójában látogathatják az érdeklődők ezt a kiállítást. Mintzer Gábor alpolgármester kiemelte, nagy öröm, hogy ilyen sok helyi és Egerhez kötődő művész alkot és hozza el a városba műveit. Eger igazi kulturális és művészeti értékei ezeken a művészeken, illetve az ő műveiken keresztül mutatkoznak meg igazán, és azok a turisták, Eger iránt érdeklődők, az Eger kulturális művészete iránt érdeklődők, ha ide eljönnek, akkor igazából itt kapnak ízelítőt abból, hogy milyen is Eger valójában, milyen Eger kultúrája valójában. A Keresztutak elnevezésű kiállítás május 28-ától június 25-ig látogatható, a jelenleg érvényben lévő korlátozásoknak megfelelően védettségi igazolvánnyal.